Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. Egyre többet lehet olvasni arról, hogy manapság nehéz párt találni. Az internetes társkeresési szokások többnyire felszínesek. A párkeresők körülbelül 5 másodperc alatt pár fotó alapján eldöntik, hogy érdekli-e őket a másik vagy sem. Ennek ellenére mind többen használják az internet adta lehetőségeket. De vajon hogyan lehet jól használni az internetes társkereső oldalakat? Erről kérdezem mai vendégemet, Geist Klárát, család- és párterapeutát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a nézőket. Kezdjük talán ott, hogy mennyire népszerű a... Én most elmondtam, hogy nagyon sokan használják, de vannak erre valamilyen statisztikák, vagy önnek tapasztalatai, hogy hány kliense az, aki ilyen dologgal fordul önhöz? Én azt tapasztalom, hogy aki társat keres, és nagyon sokan, ők oda vándorolnak az online társkereső oldalakra is, mert egyrészt mindenkinek kevés a szabad ideje, és nem tud hagyományosan zajlani a társkeresés, másrészt meg nagyon sok dolgot szeretnénk kontrollálni, és mindenki azt gondolja, hogy azáltal, hogy online fórumokon is szétnéz, picit segíti a sorsot, vagy a saját tudatosságát. Tulajdonképpen ez, hogy online szét lehet nézni ezen az úgynevezett párkapcsolati piacon, ez egyébként arra is jó, hogy olyan emberek, akik mondjuk térben, időben nem tudnának összetalálkozni, mert a régi kapcsolatok úgy szövődtek, hogy mondjuk ha azonos környéken mozogtak, azonos munkahelyen dolgoztak, iskolába jártak, vagy szórakozó helyen összefuthattak. Természetesen vannak még ilyen spontán találkozások, de hogy ez a ritkább. Ez azt jelenti, hogy ha valaki online van, hogy sokkal több partnerrel összetalálkozhat, és kicsit tudatosabban keresgélhet. És lehet, hogy ezért talán lett kicsit felszínesebb, mert hogy úgyis annyi mindenki van, annyi lány van, annyi fiú van, most akkor önt egy kép alapján, ő nem, ott a másik. Hát felszínesebb inkább a tökéletes keresgélése miatt lett. Hogy valaki nem felel meg 5 másodperc alatt, akkor ugrunk is tovább. Illetve ebben azért eltérnek a különböző korosztályoknak a társkeresési szokásai, mert a fiatalok, akik ebben a kapunyítási történetben vannak mondjuk, ők sürgetnék az időt, és ők igazából habzsolják az ingereket, és ezt a fajta keresgélést. Az idősebb korosztály meg lehet, hogy egy picit nagyobb türelemmel keres, és valaki olyan szemét, aki a volt partnerének a helyébe léphet. Ez meg másfajta társkeresési módszert igényel. Az sem mindegy egyébként, hogy mire keresnek. Tehát ez a átugrom 5 perc alatt, 5 másodperc alatt, ez lehet, hogy a szórakozó partnernek, vagy a laza együttjárásnak viszonynak a keresgélése, az meg, hogy kicsit elmélyültebben megnézem, az pedig jobban a komolyabb kapcsolatról szólhat, de azért azt mindannyian tudjuk, hogy ezt úgysem online módon lehet eldönteni. Tehát a kezdeti ugrálás után úgyis előbb-utóbb meg kell ismerni a másiknak a hangját, stílusát, és aztán egy idő múlva úgyis találkozni kell. Többféle céllal vannak akkor jelen ezeken az oldalakon az emberek. Tehát tényleg van, aki nagyon komolytalanul csak alkalmi partnert keres, úgymond, vagy komolytalan, uh-huh. vagy nem. De hogy azért így nehéz megtalálni az igazit, nem? Ha valaki komolyat keres, valaki komolytalant? Hát nagyon egyszerű. Én arra szoktam biztatni a velem beszélgetőket, hogy minél hamarabb rá kell kérdezni. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy valaki mondjuk egy párkapcsolat megszakadása után, vagy adott esetben még úgy, hogy működik egy kapcsolata, csak már romló állapotban van, mondjuk a önbecsülés, és növelési szándékkal van fenn egy-egy ilyen oldalon, és nem is szeretne igazából ismerkedni. Van, aki valamilyen az a viszonyt keres, és van, aki komolyabb kapcsolatot, de ugye első körben azt úgy sem lehet megígérni, hogy komoly lesz az a kapcsolat. Inkább az a fontos először, hogy mi saját magunk tudjuk azt, hogy mik az igényeink, és mire keresgélünk,
és ez szerint próbáljunk szétnézni, és ez szerint próbáljunk kérdezni. Tehát, hogy úgy állítsuk be a saját szűrőinket, ezt a online keresés világában úgy hívják, hogy szűrők priorizálása, tehát, hogy én kitaláljam azt. Ugye ehhez kell a tudásom önmagamról, az önismeret, hogy milyen dolgok fontosak nekem a másik emberben, és én mit tudok neki nyújtani, és ez szerint keresgéljek. Mert ha nagyon sok a szűröm, tehát hogy magas is legyen, több diplomás is, gyermektelen is, sportoló is, kultúrát kedvelő is, akkor egyszer csak nem marad senki. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy én saját magam tudjam, hogy mire keresgélek, és aztán olyan is van, hogy később találkozik két ember, és annyira érdekes a másik személye, egyénisége, hogy ezek a szűrők el is söprődnek, de az első lépéseket ez szerint tudom megtenni. Tehát, hogy érdemes megkérdezni, hogy miért van ott a másik. Önbecsülés növelő szándékkal, a sebeit nyalogatandó még a szakítás után, vagy pedig mondjuk egy feldolgozott szakítás utáni újrakezdési vágyal. Hogyan lehet jól használni ezeket az oldalakat? Most beszéltünk a szűrőkről, hogy önismeret kell hozzá, igen, de például képekből miért töltsön fel az ember? Hát hazudni kár. Tehát, hogy teljesen fölösleges, mert egyrészt a másik ember is a bizalmát veszti, illetve a kereső félnek is az egy kudarc élmény. Tehát lehetőleg friss képpel, és lehetőleg valódi képpel, tehát nincs szükség push-upra, hasleszorítóra, trendi fotóra, hanem leginkább az a jó, hogyha az illető saját magát tudja adni, és olyan paraméterekben, mint testmagasság, életkor, iskolai végzettség, teljesen fölösleges valótlant állítani, mert ennek van egy önbecsapás része. Aztán vannak, akik hamis profillal jelennek meg, de ez úgyis elég hamar kiderül. Pontosan emiatt javasolt az, hogy mivel az internet világában ez a megtévesztés, ez gyakori lehet, hogy viszonylag hamar meg kell kérdezni, vagy jó megkérdezni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, és aztán egy idő után személyesen is találkozni, mivel azok a jelek, amik a élő kapcsolatban, a személyes találkozás során ugye az őszintességet meg a bizalmat mutathatják, az online térben nem jelennek meg, és elég hamar kialakul valamilyen bizalom, valamilyen meghittség a két ember között, ami egyrészt pozitív, mert hogy amikor összetalálkoznak, akkor már ott egy szűrés után jól indulhat a kapcsolat, másrészt negatív, mert hogy nem látjuk azokat a jeleket, amik arról szólnak, hogy félrevezetnek minket, de adott esetben mi is félrevezethetjük a másik embert, tehát online térben mélyülhet is a bizalom, de könnyen félre is értheti egymást két ember. Mennyi információt osszunk meg magunkról? Ugye iskolázottság, életkor, kell-e bőrére ereszteni ott a szavakat, vagy ez már mind menjen akkor személyes beszélgetésben? Én azt gondolom, hogy a kapcsolat fejlődni az élőben tud. Igen. Tehát, hogy alapinformációkat érdemes megosztani, és aztán ahogy egy úgy általánosságban, és aztán ahogy a csettelő beszélgető partnerrel mélyül a bizalom, és hogyha ez kölcsönös, tehát érezzük azt, hogy ő is kíváncsi ránk, és mi is kíváncsiak vagyunk rá, úgy tud mélyülni a kapcsolat, úgy lehet egyre több infót megosztani, így célszerű. Aztán vannak egyébként a nagyon könnyen kitárulkozó típusúak, és a nagyon bizalmatlanok, de hát ahogy ugyanúgy, mint az élő társkeresésben, az online világban is, ahogy egyre több tapasztalata lesz az illetőnek erről a dologról, úgy egyre ügyesebben csinálja. Hogyan lehet a veszélyektől akkor megóvni magunkat? Mert ugye most már volt erről is szó, tehát hogy elég
Veszélyes is lehet, meg hát hallunk is ilyeneket, hogy hazudnak neki, félrevezetik, aztán elcsábítják, akkor meg a rémsztorik. Tehát, hogy azért az interneten, hogyha elkezdünk ismerkedni, az nem mindig annyira biztonságos. Érdemes egy picikét tudatosabban csinálni ezt, mint ahogy az előbb beszélgettünk. Tehát, hogy minél hamarabb felhívni a másikat, és minél hamarabb összehozni a személyes találkozást, lehetőleg valamilyen nyilvános helyszínen és valamilyen élményhez kötötten. És akkor, ahogy megismerjük a másik embert, bízva abban, hogy azért a félvilág nem a csalókból áll, hanem ez egy bizonyos réteg, akiknek kétségtelenül a hálójába kerülhetünk tapasztalatlanul. Szóval, hogy élőben érdemes megteremteni a megismerkedésnek a lehetőséget. Arra azért érdemes odafigyelni tényleg egyrészt, hogy a mi szűrőink hogyan működnek, tehát, hogy mik azok a dolgok, amiket mi előnyben részesítenénk. A másik, hogy azért van egy torzító tényező is, tehát, hogyha tapasztalataink alapján mondjuk az van a fejünkben, hogy nekem az a nagyon fontos, hogy a másik jó beszélgető partner legyen, vagy házias legyen, akkor lehet, hogy elkezdek ilyen módon keresgélni. De ugye az, hogy valaki házias vagy, sportkedvelő vagy jó beszélgető partner, nem garantálja azt, hogy mondjuk értékrendünkben tudunk illeszkedni, tehát hogy ilyen irányban is érdemes elindulni. És aztán az, hogy komolyodik-e a kapcsolat, vagy ki mit szeretne a másiktól, ez csak élőben tud kiderülni. Ezt akartam mondani, hogy nagyon sokszor van az, nekem barátnőm párt keres, és nagyon sokszor interneten, hogy nem tudom, a 20. olyan fiúba fut bele élőben, hogy online tök jól működött, és akkor élőben meg egyszerűen nem lett belőle semmi. Ez is egy torzító tényező, tehát hogy főleg az a korosztály, akik már azt mondják, hogy spontán módon nem ismerkedem, mert nincs időm, elszaladok mellette, majd valamelyik társkereső oldalon ránézek, megpróbálom megtalálni a profilját. Ők úgy ismerkednek, hogy nagyon hamar megtanultak jól csetelni. Nagyon hamar megtanultak bizonyos konzervmondatokat. Nagyon hamar megtanulták azt, hogy lehet úgy beszélgetni a másikkal, hogy randit lehessen összehozni. Vagy az is gyanús egyébként, hogyha nem akar találkozni, vagy az is gyanús, hogyha mélyül a cset, és akkor eltűnik. Az is gyanús, hogyha az első találkozó után eltűnik. De hát valószínűleg azoknak a kapcsolatoknak az is lenne a sorsa. Tehát, hogy végül is az a lényeg, amit az előbb említettem, hogy csetelés közben nincsenek meg a félrevezető jelek, amiket a másik mondjuk mimikáján vagy pantomimikáján észrevennénk, ezért érdemes viszonylag hamarabb találkozni, tehát valamennyi csettelés után, mert hogyha tényleg ilyen az illető, hogy nagyon jól forgatja a szavakat a konzervmondatokkal, és tartalom semmi, és lehet, hogy rajtam kívül még másik 4-5-10 személynek írogat, akkor az nem pálya, nincs értéke, nincs kapcsolatteremtési lehetőség az ilyen online találkozásokban. Említette, hogy az idősebb korosztály is fent van ezeken az oldalakon, és itt is ismerkednek. Ez azért nem annyira jellemző régóta, nem? Tehát, hogy azért mindig a fiatalok voltak többségben ezen. Hát persze, mert ők interneteztek többségében, igen, de ahogy egyre inkább idősödik az a korosztály, akik valaha elkezdtek internetezni, és egyre inkább az újrakezdő korba ér, tehát, hogy romlanak a felnőtt kapcsolatok is, mondjuk a gyerekek kirepülése után, vagy az üres fészek idején, mivel ők hasonló élettérben élnek, mint a fiatalok, tehát, hogy viszonylag kevesebb a szabad idejük,
nincs is nagyon fórum, ahol ismerkedhetnének, kivéve azért ezt jelzem, hogy minden korosztálynak a különböző hobbi köré fűződő tevékenységek, sportkörök, nyelvklubok nagyon jók lehetnek ilyenre, de mondjuk nincs meg ez a lehetőség, nincs meg ez az opció, akkor ők is tudatosan segíteni akarják a saját társkeresésüket, és rá találnak ezekkel az ezekre az oldalakra. Az ő életükben talán még macerásabb, de egyébként nyilván a fiataloknak is nehéz egy tartósabb kapcsolat megszakadása után, mert valahogy úgy működik ez, hogy, és ettől nem szokott sikerülni ez a típusú társkeresés, hogyha mondjuk lezáratlan és feldolgozatlan előző kapcsolattal lépnek fel ezekre az oldalakra, mert ott szeretnék folytatni az új partnerrel, ahol a régivel abba hagyták, élvezni az új kapcsolatnak minden előnyét, úgy, hogy a régi kapcsolat problémái ne legyenek benne. De hát ez lehetetlen. Ott talán még fontosabb, hogy ők értékrendeket, meg életmódokat tudjanak illeszteni, megegyeztetni, mert fiatalabb korban ez közhely, de valóság, hogy picit könnyebben csiszolódik két ember, mint leélt évtizedek után. Akkor azt mondhatjuk, hogy szakítás után nem ajánlott ismerkedni, de semmilyen módon, nem? Hát mi is milyen negatívak vagyunk akkor, tehát hogy megtépázott önbizalommal, és hogyha nem tudunk igazán, de én nem erre a pozitív maszlagra gondolok, hogy ez valami szirupos ismerkedés kell, hogy legyen, de hogyha nem tudunk igazán jó szemlélettel jelen lenni az ismerkedés során, akkor ennek kevésbé van értelme. Nyilván van nagyon sok ember, aki a megtépázott önbecsülését így próbálja gyógyítani, csak én azt gondolom, hogy akkor az a korrekt, hogy hagyd tudjon erről a másik ember is, hogy én csak beszélgetni szeretnék, barátkozni szeretnék, nem szeretnék elszigetelt lenni, de nem vagyok még készen új kapcsolatra, de hát ezt is csak bizonyos tudással, bizonyos tapasztalattal mondja ki az illető, úgyhogy a másik fél, tehát hogy aki társat keres, célszerű, hogy megkérdezze, hogy mi, anélkül, hogy vájkálni akarna, hogy mi van az ő előző kapcsolatával, vagy mióta szingli. Tehát, hogy ezeket nem árt később, de nyilván személyesen inkább megbeszélni. Mennyire nehéz manapság párt találni egyébként, akár az interneten, akár nem ott. Tehát miért lehet az, hogy egyre többet olvasunk erről, egyre több ilyennel találkozunk, hogy egyszerűen nem találják meg az igazit? Nagy a választék, és erős a tökéletesnek a keresgélése. És nem is biztos, hogy van olyan, hogy igazi. Inkább olyan van, akivel jól illeszkedünk, kíváncsi ránk, mi is rá, stimmel az értékrendünk, hasonló hullámhosszon vagyunk, és elkezd mélyülni a kapcsolat, és igazivá válik az illető. Tehát ezért mondtam, hogy az elején nem lehet megígérni ezt a komolyságot, de ahogy két ember, és miért ne lehetne ilyen, hát mindig is találtak társat az emberek, csak türelem kell hozzá, és akkor kiderül, hogy egy hullám hosszon van-e két ember, hogyha nagyon hamar akarjuk a tökéletest, az álmot, és nagyon türelmetlenek vagyunk, akkor történik az, hogy egyik partnerről ugrálunk át a másikra, tehát két-három randi, nem stimmel, nem felel meg, nem adunk egymásnak lehetőséget, megyek a következőre. Nyilván van olyan, amikor ezt kell tenni, de hogyha azt érezzük, hogy valami ott működik a két ember között, ezt a kémiát le lehet fordítani, ugye, fizikai vonzalomra, közös hullámhosszra, gondolkodási stílusra, ahogy értjük egymás humorát,
ahogy hasonló dolgok iránt érdeklődünk, és ahogy a különbözőségek is izgalmasak, tehát a másik személyisége vonzó, akkor ott érdemes egy partnerre fókuszálni, és vele mélyíteni a kapcsolatot. Nagyon sokszor az a fajta türelmetlenség van, hogyha leteszem a voksomat egy valaki mellett, akkor vajon nem veszítem el az összes többi lehetőséget, de sajnos itt is érvényes ez a sokat markol, keveset fog mondás, tehát hogyha ugrálok egyik szereplőről a másikra, akkor soha nem fogom megtudni, hogy az illető igazivá válhat-e az életemben, vagy én igazivá válhatok-e az ő számára. Tehát érdemes akkor a tökéletes vágyból egy kicsit lejjebb adni? Nem, tehát az nem káros-e valami másban, hogy most akkor elfogadjuk, hogy ő ebben ilyen, bár nem ilyet szerettem volna, szóval, hogy... A tökéletes vágy az inkább egy ilyen konstrukció, egy séma a fejben, egyfajta idealizálás. És egyáltalán nem biztos, hogyha ott van nekem a túloldalon a tökéletes, akkor ő jól szeret engem, vagy én magam jól funkcionálok-e mellette. Tehát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen élő kapcsolatot érdemes nézni, és itt már akkor megyünk abban az irányban, ami nem teljesen ez a téma, de egy következő izgalmas beszélgetés tárgya lehet, hogy ki nekem a tökéletes, tehát hogy mit hozok a családomból, kik azok a szereplők az életemben, akiknek a mondjuk viselkedéséből én összeraktam ezt a tökéletes férfit vagy tökéletes nőt magamban. Hogyha az történik, hogy ismerős a terep, tehát, hogy jobban hasonlít ahhoz a gyerekkori családi környezethez, amiben én éltem, akkor vagy nagyon fogok hozzá vonzódni, vagy nagyon fogok menekülni előle. Tehát nagyon, nagyon sok tényezős ez a tökéletes dolog, és jó, hogyha ezt tudjuk, hogy nagyon ritkán tud az összes tökéletességi tényező megjelenni egy emberben, viszont ha türelmesek vagyunk, akkor lehet, hogy felfedezünk benne olyan dolgokat, ami bőven felülírja azt, amit mi saját magunk a tökéletességről gondoltunk, és elkezdjük őt hirtelen olyannak látni, amilyen, és annak tudunk örülni, azt kezdjük megszeretni, és ő is mondjuk lemond a saját tökéletes ábrányairól, és hogy bennünk észreveszi azt, aki neki tartósan partnere lehet. Ez valóban egy következő téma lesz most már csak. Végezetül még annyit, hogy milyen sikersztoriról tud, vagy ismer olyat, akik az interneten ismerkedtek meg, és gyerek, család lett a vége akár a kapcsolatnak. Hát nekem a közvetlen környezetemben is van, és párterápiába is érkeznek egyébként olyan párok, de nem azért, mert akkora bajuk lenne, de hogy mondják, hogy interneten találkoztak. Az ő bajuk egyébként inkább az szokott lenni, hogy nagyon megörülnek egymásnak ennek az illeszkedésnek, és nagyon gyorsan elindul a kapcsolatuk. De ott már házasság is van olyan, hogy gyerekek is vannak, csak nem volt idejük összecsiszolódni, ami viszont nem az online társkeresés hibája, hanem kortünet, hogyha meg végre megtalálom azt, aki illik hozzám, rá nagyon gyorsan lecsapok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek köszönjük a figyelmet, a minőségi időt látták, ezt a műsorunkat is visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján, viszontlátásra!